A Nemzeti Táncszínházban tette le az esküt a magyar olimpiai csapat. Az esemény egyik főszereplője Pén István volt. A fogadalomtétel szövegét ugyanis ő és az úszó Késai Ajna mondta. Nagyon meglepett ugye maga a felkérés is, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási elismerés, egy nagyon dicső feladat, és tényleg olyan elődök mondták előttem az eskünek a szövegét, akár csak a mi saját sportágunkat említeném, a sportvészet, ugye mint dr. Hammer László nemzet sportolója, és Igali Diana, ugye olimpiai bajnok sportlövő, tehát nagyon még van hova felnőni, van még itt komoly feladatok előttem, aminek meg kell tudni felelni. Én azt gondolom, hogy ez is egy plusz motivációt tud adni nekem abba, hogy minél inkább, minél erősebben küzdjek nap mint nap. Az eskü szövege ismerős volt, a szituáció azonban merőben új. Természetesen megkaptam a szöveget, de ez a szöveg ez nagyjából mindig ugyanaz szokott lenni, tehát az ifjúsági olimpián is már jóban is ugyanezt a szöveget kellett elmondanunk. Más volt a szerep, mert most ugye nem ott megben álltam, hanem ugye én álltam ki, és én voltam az, aki ugye a többieknek felkonfolta. Mészáros Eszter már 2019-ben megszerezte a kvótát, és a fogadalomtétel most emlékeztette rá, hogy hamarosan tényleg ott lehet élete első olimpiáján. Ez az ünnepség most kicsit megadta azt a löketet, hogy most már tényleg itt vagyunk, és tényleg vagyunk az olimpiára. Nagyon régóta van ugye a kvótám, és kicsit úgy elveszett ez, hogy most olimpia, persze készülünk, de olyan messze volt mindig. Most pedig már tényleg itt vagyunk, és már mindjárt megyünk. Eszter önbizalma a közelmúltban tovább nőhetett, hiszen az eszéki világkupán egyéniben és Péni Istvánnal vegyes párosban is aranyérmet szerzett. És a hőség sem zavarta. Nem egy teljes létszámú világkupa volt. Nem volt mindenki teljesen formában, de én sem igazából. De jó érzés volt, és a meleg is igazából örültem neki, mert hogyha most ment, akkor remélhetőleg máskor is fog menni melegben. Péni István a szövegtanulás mellett a formaidőzítéssel is jól haladt. A forma még egyelőre nem tökéletes, de pont olyan, amilyen most lennie kell, tehát még itt 2 hét áll előttünk a felkészülésből. Egy felfelé menő pályán vagyok, tehát nap mint nap jobbak az edzéseim. Az eszéki EB az nagyon jól sikerült, hiszen az egy európai bajnoki címet sikerült szereznem minden után. Utána most ez a világkupa az egyéni versenyszámban közepesen sikerült, a vegyes párosban nagyon jól sikerült, ugye Eszterrel sikerült nyernünk. Ugyanebben az összeállításban fogunk majd Tokióban is versenyezni, úgyhogy nagyjából tényleg úgy haladunk, ahogy haladni kell. Én azon vagyok, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki belőle. Pekler Zalán ifjúsági olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Felnőtt olimpián azonban még nem járt. Nagyon nagy örömömre szolgált az, hogy részt vehettem ezen az olimpiai eskütéten, hiszen ugye számomra ez lesz az első olimpiám, és hát nagyon remélem, hogy a jövőben még sok ilyen fogadalomtételre kell jönnöm. Természetesen hatalmas megtiszteltetés, hogy ilyen hatalmas sportolók között ülhetem én is itt a színházban, és hát remélem, hogy egyszer majd én is ilyen nagy volumenű sportolónak számítok majd itt.